Hamarosan elkészül az újravatalozó. Berecz András büszke Kunhegyes őseire. Önkéntes menekülő csoportot gyakorlatoztak. Ezen a héten is zajlik az iskolások oltása. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. szeptember 22-én 18 óra 5 perckor. Gulyás Zsolt plébánossal arról beszélgettünk, hol is tart az új katolikus temetőben a búcsúztató hely építése. Már az utolsó simításoknál tartanak, de még a környezetet is rendezni kell. A búcsúztató főépület, amiben gondolkodnak, hogy az üvegkereszt, ami bele van építve a lezáró falba, oda színes fóliát tesznek, hogy megtörje a fehérséget. Lassacskán pontot teszünk a végére is. Mondhatom, hogy talán az utolsó simításoknál vagyunk, persze a környezetet is még rendezni kell, tehát a búcsúztató épülete fölépült, ami még hátra van, illetve amiben így gondolkodunk, hogy a üvegkereszt, ami bele van építve ott a lezáró falba, ott egy színes fóliát gondoltunk, hogy teszünk erre a keresztre, ami úgy megtöri talán ennek a fehérségét, de egyébként így olyan végignéztük, így is szép és sokat mondó ez az üvegkereszt ebben a falban. Illetve az oszlopoknak a lábazatait kell még rendbe tennünk, illetve a madarak ellen, a galambok ellen is védekezünk, tehát még ezekre az összekötő oszlopokra kerül majd ilyen jellegű védő. És aztán rendezzük a terepet, és elindítjuk a használatba vételi engedélyt. Reményeink szerint minden szentekre ez elkészül. A beruházás elsődleges forrása ennek a közösségnek az ereje, és a város részéről is kaptak támogatást. Elsődleges forrás, amire én büszke vagyok, ennek a közösségnek az ereje. Persze a város részéről is kaptunk támogatást, volt több nagy lelkű adakozó itt az egyházközségből, vagy híveink közül, tehát mindenféleképpen együttes erő. Az egyházközségnek volt egy kis anyagi része, amiből szintén erre fordítottunk, és volt egy pályázat, ami 4 millió forintot adott erre a beruházásra. De ez körülbelül az a teljes építkezésnek kevesebb, mint a negyedét tette ki. Tehát most így, ahogyan a számokat nézzük, ilyen több mint 17 millió forintba került, hogyha a terveket is hozzáadjuk, akkor már közel 19 millió forint, ami bekerült ez az épület. A város részéről is kaptunk segítséget, amit ezúttal is szeretnék megköszönni, főként itt a városgazdálkodásnak. A térburkolatnak a köveit kaptuk a várostól, illetve a tereprendezésben kaptunk még segítséget, meg hát számítunk a jövőben is, hogy a városi módon tud segíteni. Gulyás Zsolt köszöni Pánti Ildikó képviselő és Gyurcsák János alpolgármester támogatását az új katolikus temetőben lévő kereszt helyreállításában. Még egy nagyon fontos dolgot szeretnék megemlíteni és a köszönetemet kifejezni Pánti Ildikó képviselőasszonynak is, Gyurcsák János alpolgármester úrnak. Ők kezdeményezték, hogy a ókatolikus temetőben lévő kereszt, amelynek a ajzata tönkrement és ilyen omlásnak indult, az zenbe lett hozatva. Hát ezt is majd szeretnénk megáldani az új épülettel együtt. De ennek a ünnepségnek, vagy megemlékezésről, megáldásról majd mindenféleképpen szeretnénk tájékoztatni a lakosságot. Én szeretném megköszönni a lakosságnak is a támogatását, mindazoknak, akik örülnek annak, hogy gazdagabb lett itt az újkatolikus temető, és hát az volt a cél, hogy egy méltóság teljes kegyeleti helyet alakítsunk ki, hiszen az a cél, hogy akik ott akár az újkatolikus temetőbe temetkeznek, azoknak legyen egy méltó hely. Később urnafülkéket is szeretnének elhelyezni a búcsúztató épületben.
Berec András mesemondóval bereki fellépése előtt beszélgettünk a Körmendi Lajos írótáborról és terveiről. A művész nem is tudta pár mondatban megfogalmazni, mit is jelent neki Berekfürdő, hiszen, mint mondta, Körmendi Lajost, Hajdú Lajost, Nagy Gazsit, akik már elmentek, de lélekben itt vannak ma is vele. A művész nem tud az országban hasonló táborról, ahol gyógyító vizek ennyit segítenek az ideérkezőknek, sokszor csodát téve velük. Nem tudok az országban még egy hasonlót, mint Berekfürdő. Itt alattunk gyógyító vizek gyűltek össze, a Kárpát-medence egyik legnagyobb csodája, becsorog mindenhonnan, miközben a világban a víz hiány, itt többlet. Beül az ember görbén, nyögve, és kijön frissen. Tehát csoda vesz körül itt minket. De hogy ilyen emberek, akiket felsoroltam például, azt álmodták meg, hogy ezt meg kellene tölteni emberi tartalommal, ezt az isteni csodát. Hívjunk ide költőket, írókat, képzőművészeket, hagyományőrzőket, és hagyjanak itt egy-egy emléket. A festőművész hagyjon itt festményt, aki a szóval bánik, emlékezzen meg Berekfürdőről. És íme már nem is tudom, hogy hányadik éve ez megy a maga útján, szépen, csendesen. Nekem nagyon nagy feltöltődésik lenni. A költők, írók, képzőművészek, hagyományőrzők mind itt hagynak egy-egy emléket Berekfürdőről az itt élőknek. Olyan emberektől szedegettem össze talpra esett szavakat, énekeket, akik nem iskolából, hanem az öregjeiktől kapták. Ezért, amit hurcolok leföl, az egy közösségi műfaj. Ebben a magyar ember Nyitrától le Délvidékig és Zalától Moldváig magára ismer. Tehát nem tudom, hogy nem saját magukat szeretik-e az emberek, mikor nekem köszönnek. Mert az én zsivány, rossz tulajdonságaimat nem is ismerik. Hanem a meséimet, a dalaimat igen, és én azt gyanítom, hogy abban magukra ismernek. És talán ez az öröm forrása. Berec András büszke kunhegyesi őseire, arra, hogy az itt élőktől is sok mindent megtanult. Az a legjobb, hogy itt lehetünk, hiszen a járványhelyzet lehetővé tette, hogy megvalósuljon az írótábor. Ez a mai este is. Bizony sok volt a korona. Sokan azzal biztattak, hogy hát kipihenem azt a sok utazást. De aztán most már ott tartunk, hogy a pihenést kéne valahogy kipihenni. Az pedig fellépéssel lehet csak, és bizony nagyon örülök, hogy végre hallhatom saját magamat. Már én annyit hallgatoztam, hegyeken, völgyeken jártam, Facebookra filmeket készítettem, hogy abból most már elég volt. Örvendek, hogy eljöhettem valóban barátokkal, ismeretlen barátokkal találkozhatok. Adja Isten, még ebben nekünk még sokszor részünk legyen. Megyei önkéntes mentőcsoportok vették birtokba a Holt-tiszai vízisporttelepet és a főút túloldalán található Tiszagátat. Az utóbbi helyszínen az árvízi védekezést, illetve a vízkár elhárítási feladatokat gyakorolták a települési önkéntes csoportok, míg a Holt-Tiszában a búvárok mentőcsónakos és keresőkutyás egységekkel egy szimulált vízből mentést hajtottak végre. A gyakorlaton több mint 50-en vettek részt. Mindenre azért volt szükség, mert a megyei önkéntes Tisza mentőcsoport és a Jászberényi járási önkéntes mentőcsoport búvár szakterületen 2016. októberében szerzett nemzeti minősítést, ami idén lejár. A mai gyakorlat egy olyan mentési esemény, ahol a nemzeti minősítés keretében a búvár mentést végző önkéntes mentőszervezetek méretik meg a tudásukat. 2012-ben kezdődött meg ez a tudatos építkezés az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szakirányításával, bevonva azokat a búvár mentést végző szervezeteket,
akik így a katasztrófavédelemmel együttműködve képesek vízben eltűnt személy, vagy vízben balesetet szenvedett áldozatnak a felkutatásába, kimentésébe, kiemelésében. Ez olyan szakterületi tevékenység, amelyet egy éles helyzetbeállítás keretében, mint ma a Hold Tiszában, egy valós helyzetet szimulálva lehetett csak begyakorolni, és most is egy valós helyzetet gyakorolnak be, de nem is gyakorolják, hanem azt a feladatot hajtják végre, amit nap mint nap a feladatuk alaprendeltetésük szerint végeznek. Mint megtudtuk, a gyakorlat során a búvároknak két eltűnt személyt kellett megkeresniük a tóban és felhozni a felszínre. Ez a helyzetbeállítás követi a valós élethelyzetet. Egy olyan eltűnt személy van a tóban, amelyet a Jász-Nagykun Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai egy adott élethelyzetnek megfelelően rejtettek el a vízben. A vízben elrejtett személy a búvárok számára ismeretlen, tehát egy úgynevezett vízfelületi kutatás történt először kutyáskereséssel. Ezt a módszert például a hajóbalesetnél a Dunánál alkalmaztuk, illetőleg ezt követően mind technikai kereséssel, hajószonár keresésével tudják lokalizálni a kutyás bejelzést. Ezt követően merülnek a búvárok, és megfelelő búvármentési merülési szabályzatnak megfelelően körkörösen, vagy legyező alakban végzik a terület átkutatását. Több helyzetbeállítás követően történik a gyakorlatnak a végrehajtása. A három feladat végrehajtás vagy mozzanat között az a különbség, hogy ezeket a módszereket gyakorolják a búvárpárok a mentési merülés vezető által, és egy kötél segítségével történik a kommunikáció a merülés végző búvár és a parton irányító mentésvezető között. Ez a tevékenység mind mentálisan, mind fizikálisan próbára teszi a merülő búvárt, és az igénybevétel igen nagymértékű, ezért a váltásról, cseréről gondoskodni kell. Három ilyen szervezet gyakorol ma a mai nap folyamán, a víz felszínéről, illetve vízből mentés, merülés során, amely nap mint nap a feladatuk során alaprendeltetésének megfelelően előfordul, és ők ugyan önkéntesek, de ezt a szaktudásukat professzionális szinten végzik, amelyet támogatják az elsődleges beavatkozókat, akik ilyen helyzetben elsőként érkeznek a területre. A merülés viszont a szaktevékenységet ezen búvárok végzik. Turi László arról is beszélt, hogy a folyóvízben nehezebb a mentés, hiszen ott a sodrással és az uszadékkal is meg kell küzdeni. A sodrással is meg kell küzdeni, illetve az uszadékokkal. Itt a Hold Tiszán azért itt egy állóvízről beszélünk. Persze ennek is vannak sodrása, illetve áramlása, ami befolyásolja a munkát, illetve itt a szél is, ami a mai nap is látszik, de sokkal egyszerűbb, mint egy élő vízben, tehát mint egy folyóvízben. Visszatértek az oltóorvosok az iskolákba, hogy beadják a második vakcinát a tanév elején koronavírus ellen beoltott diákoknak. A közlemény szerint a diákok már az első oltás során megkapták a második oltás pontos időpontját és helyszínét. Jelezték azt is, az internetes időpontfoglalással és az iskolai oltásokkal együtt már 228.012-17 év közötti diák kapta meg eddig az oltást, így tovább növekedett az oktatás biztonsága. A 18-19 éves korosztály 61%-a már beoltatta magát. Ebben a korosztályban 121 ezer fiatal élt már az oltás lehetőségével. Az iskolai oltások első fordulóján több mint 2000 helyszínen majdnem 47 ezer diákot oltottak be. Emellett továbbra is folyamatosan nyitva az internetes regisztráció és időpontfoglalás lehetősége minden 12. év felettinek, tették hozzá. Hangsúlyozták, a kormány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul jelenléti oktatásban működjenek, hiszen a munkába járó szülőknek és a gyermekeknek is ez a legjobb. Ezért továbbra is az oltást javasolják a diákoknak és a pedagógusoknak is, hiszen az oltás adja a legerősebb védelmet a vírus ellen.
A 12 év feletti gyerekeket, fiatalokat továbbra is könnyedén lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, majd a regisztráció érvényesítés követően időpontot is lehet foglalni a kórházi oltópontokra. A www.est.gov.hu honlapon hívták fel a figyelmet hozzátéve. Ugyanez még azon pedagógusra és iskolai dolgozóira is igaz, aki esetleg még nem oltatta be magát. A már korábban beoltott pedagógusok és iskolai dolgozók akár az elmaradt második és a harmadik oltásra is tudnak időpontot foglalni, írták a közleményben. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!